Pál levele Titushoz. Titus Jézus görög származású követője éveken át Pál bizalmas munkatársa és utitársa volt. Sok válság helyzet megoldásában segített az apostolnak. A levélből megtudjuk, hogy Pál krétára a görög partok közelében fekvő nagy szigetre küldte őt, hogy rendet tegyen egy sorházi gyülekezetben. A krétai kultúrának elég rossz híre volt az ókorban. Görögül a hazug emberre a krétidzó, vagyis a krétai szót is használták. Hírhettek voltak áruló kabzsi természetükről. A férfiak többsége zsoldosként szolgált. Természetesen mindig a legtöbbet fizető oldalán, a városokban pedig csak úgy terjedt az erőszak és a szexuális romlottság. Krétán azonban sok nagyon fontos kikötő volt, és ezeket a földközi tenger számos városa használta. Pár számára tehát Kréta tökéletes volt a gyülekezetek hálózatának kiépítésére. Na már most a részleteket nem ismerjük, de néhány gyülekezet korrupt krétai vezetők befolyása alá került. Állították magukról, hogy keresztények, de csak rombolták a közösségeket. Pál így tituszt küldte, hogy tegyen rendet, és a levélből az is kiderül, hogy hogyan. A levél felépítése egyszerű. Egy rövid bevezető után Pál pontosan elmondja Titusnak, mi lesz a feladata a gyülekezetekben. Majd útmutatást ad arra az új családra, majd új emberiségre nézve, amelyet az evangélium teremthetne Kréta közösségeiben. Végül Pál néhány üdvözlettel zár. A levél nyitósoraiban Pál emlékezteti Tituszt, hogy apostolként üzenete az örök élet reményéről szól, arról az új teremtésbeli életről, mely Jézus a messiás által már most hozzáférhető. Ez a remény annak az Istennek az ígérete alapján a miénk, aki nem hazudik. Ez a rövid megjegyzés fontos témát vezet fel, mely az egész levelet végig kíséri. A krétai gyülekezet egyik problémája az volt, hogy Jézusról, a keresztény istenről alkotott elképzeléseiket összemosták a gyerekkoruk óta ismert görögistenekről, főként a Zeusról alkotott felfogásukkal. A krétaiak szerint Zeus az ő szigetükön született, és olyan mítikus sztorikkal büszkelkedtek, amikben a ravasz Zeus többnyire hazugsággal csábította el a kiszemelt nőket. Pál ezért világosan kimondja, a Jézusban önmagát felfedő Isten egész más, mint Zeus. Az ő alapvető természete a hűség és az igazság. Ez pedig azt jelenti, hogy a keresztény életben is fontos az igazság. A krétaiaknak ez hatalmas váltás. Majd Pál két feladatot ad Titusnak. Az első, hogy jelöljön ki új vezetőket minden közösség élére. Ők lesznek az úgynevezett vének. Érett férjek, apák, akiknek az életmódja teljesen más, mint a krétaiaké. Ismertetőjelük a kifogástalan élet, a Jézus iránti hűség, az önmegtartóztatás és a nagy nagylelkűség, családjukban és a gyülekezetben egyaránt. Hirdessék a Jézusról szóló jó hírt, és vegyék át a tévtanítók helyét, akiket kérdőre kell vonni. Ez a második feladat. Pál ezeket a tanítókat körülmetéltekként azonosítja, tehát ők olyan etnikailag zsidó krétaiak voltak, akik Jézus követőinek mondták magukat, és azt követelték a galatai helyzethez hasonlóan, hogy a nem zsidó keresztények is metélkedjenek körül, és ők is tartsák be a tóra parancsait, ha tényleg a zsidó messiás követői. Pál szerint ők a zsidó mítoszok és az ember a törvények megszállottjai, és a gyülekezet vezetésből akarják megszedni magukat. Pál itt kiváló érzékkel idéz egy ókori krétai költőt, Epimenidészt, aki szókimondóan írt népe természetéről. A krétaiak megrögzött hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség. Elmossák az igaz és a hamis, a jó és a rossz határát, és mindenük a pénz, így bár ezek a vezetők azt állítják, hogy ismerik Istent, krétai életmódjukkal megtagadják őt, helyre kell őket tenni. Ezzel Pál elérkezik a következő szakaszhoz. A korrupt vezetők miatt a gyülekezeti tagok családi élete és békéje teljesen felborult. Pál háromféleképp is hangsúlyozza ennek következményeit. Lejáratják a Jézusról szóló üzenetet, és így okot adnak arra, hogy a nem keresztény szomszédaik rágalmazzák őket, mindez pedig ellenszenvessé és taszítóvá teszi a szabadító Istenről szóló tanítást. Így hát Pál felvázolja a Jézus felé elszánt ideális krétai család képét, becsületes és mértéktartó idős férfiak és nők, akik példaképei lehetnek a fiatalabbaknak. A fiatal nők se feküdjenek le akárkivel, és ne kerüljék a házasságot, ami akkoriban nagy divat volt Krétán. Keressenek inkább hűséges társat, akivel szilárd, egészséges családot teremthetnek együtt. Ez a fiatal férfiakra is vonatkozik, szorgalmukról legyenek híresek. Krétán a keresztény rabszolgák különleges helyzetben voltak. Az evangéliumnak hála pál gyülekezeteiben egyenrangúak voltak. Ezt kihasználva azonban tiszteletlenné válhattak, és emiatt kapcsolatba hozhatták őket a rabszolgalázadásokkal, amivel szintén a keresztény üzenet hitele csorbult volna. Pál itt borotva élen táncol. Tudja, hogy Jézus evangéliuma ahhoz, hogy tényleg átformálja a krétai kultúrát, a nyilvánosság előtt kell, hogy bizonyítsa helyreállító erejét. Ez viszont nem fog menni se a társadalom felforgatásával, se úgy, hogy a keresztények kivonulnak a városból. Üzenetük akkor lesz meggyőző, ha részt vesznek a közéletben, és ha életük és otthonaik hasonlónak tűnnek, de csak a felszínen. Mert ha jobban megnézik, szomszédaik felfedezhetik, hogy a keresztények egy teljesen más értékrend szerint élnek, egy teljesen más Isten iránti elkötelezettség miatt. Ezt a különbséget összegzi Pál gyönyörűen a második fejezet végén. Azt mondja, hogy a keresztény életet hajtó értékrend Isten bőkezű kegyelme, mely Jézusban jelent meg, és az ő visszatértekor újra megjelenik majd. Ez a kegyelem mutatkozott meg, amikor Jézus lemondott méltóságáról és gyalázatos halált halt ellenségeiért, hogy megmentse és megváltsa őket. És ez a kegyelem hívja arra Isten népét, hogy nemet mondjon arra a visszás életmódra, amely nincsen összhangban Isten szeretetével. Pál a keresztény család leírása után nagyobb távlatot nyit, és a krétai társadalomban új emberként élő keresztények képét vázolja fel. A keresztények legyenek a nagybetűs, ideális polgárok, békés, nagylelkű törvénytisztelő, a közjóra törekvő emberek. De ez nagyon más, mint ahogy a krétaiak felnőttek. Hogyan tarthatnának fenn a keresztények egy ilyen ellenkultúrát? Pár szerint erőforrásuk az evangéliumban hirdetett Isten átformáló szeretete, aki három, mégis egy. Ezt a gondolatot egy nagyon szép versel bontja ki. Azt írja, Isten jósága és szeretete az, ami megmentett minket, annak ellenére, hogy milyenek vagyunk. A Szentlélek által Isten újjászül, megújít és megfürdet, míg Jézuson keresztül lehetőséget ad az embereknek, hogy igaznak nyilváníthassa őket. Mindez pedig egy örök életet nyit meg, egy új jövőt, egy új teremtésben. Ez a történet olyan élő és erős, hogy egészen újfajta embereket szül. Pál biztos benne, hogy a lélek erejéből fakadó Jézus tanításaihoz való hűség Isten kegyelmét fogja hirdetni Krétának és az egész világnak. Végül segítőket ígér Titusnak, Artemászt vagy Tikhikoszt, majd üdvözli közös barátaikat. A levél pedig véget ér. A Titushoz írt levél betekintést nyújt Pál missziós stratégiájába: a gyülekezetek mozdítsák elő környezetük átformálódását. Ez nem kultúrharcok, sem a krétai életbe való beolvadással valósul meg, inkább arra hívja őket, hogy bölcsen vegyenek részt a krétai kultúrában. A rosszat vessék el belőle, ami jó, azzal viszont éljenek. Ha megtanulnak békében, Jézus és a közjó felé elkötelezetten élni, akkor keresztényként, pár szavaival élve, a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére válnak mindenben, és erről szól Pál levele Tituszhoz.